esetét. 23. Köszönjük a te nagy áldozatodat, amit hoztál értünk.
méltó vagy az imádatra. Most is hálával emeljük a imadszavunkat hozzá, mert méltó vagy rá. Jelenjél meg kérünk szépen közöttünk. Foglald el a szívünket, lelkünket és a tanító szívünket is. Hogy a szolgált által, amit küldsz üzenetet, azt megértsük, fel tudjuk gondolni, és megtartsuk azt nevünk neved dicsőségére, lelkünk bűnösségére, és minden társunk megmentésére, kegyelmet és a gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen délutáni órában is, és kívánom a Jóistennek az áldását, az ő vezetését és az ő jelenlétét ezen mostani alkalomra. Ugyebár az elmúlt időszak, mondhatjuk azt, hogy szinte szombatról szombatra próbál egy témában erősíteni, bátorítani bennünket, és pedig abban, hogy az üzenetet az tovább kell vinni,
tovább kell adni. Próbáljuk felvállalni azt, amit hiszünk, és nyíltan, bátran, szégyenmentesen próbáljuk átadni mások számára. Vagyis egy szóval a misszió, amit az Isten rejánk bízott. Lényegében a mai nap is, egész nap a Sola Scriptura napjának van nyilvánítva, és délelőtt is ennek az irányában szólt az ige szolgálat, és hát ez szokott ilyenkor lenni, amikor mondjuk, hogy megint készülünk már előre a februári időszakra, amikor megint újraindul a Biblia levelező tanfolyam. És hát ez az időszak, ami még addig hátra marad, november, december, január és február, amikor a szórólapokat szétoszthatjuk, hogy minél több ember tudjon bekapcsolódni ebbe a munkába. Erre az alkalomra, tudjátok, évente szoktak készíteni egy kis videóanyagot is, ami hát valamilyen úton, módon nem sikerült, hogy eljusson hozzánk, de ez nem is gátol abban bennünket, hogy mégis ezt a napot mondjuk úgy ennek szenteljük, hogy felhívjuk a figyelmet erre a fajta misszió munkára is. Tehát az ilyen fajta misszió munka is egy ága a nagy missziónak. Jövő héten szeretnék egy kicsit részletesebb beszámolót mondani arról, hogy mi is a világ helyzete, mi is, ami a missziót illeti, mi is maga a mi uniónknak a hozzáállása, terv az ilyen munkában. Ezt a jövő hétre szeretném, hogy ezzel foglalkozzunk többet, de addig, ugyebár ezzel kapcsolatosan volt egy gyűlésünk is a konferenciánál, és azon belül az uniótól az Edward Kölugarú testvérünk lényegében erre biztatott bennünket, és hát ott hallottakból szeretnék valamit átadni a ti számotokra, ami ezzel kapcsolatos. Hát egy olyan kérdéssel szeretném indítani, lényegében, hogy lehet-e üdvözülni misszió munka végzése nélkül? Ez egy egész mély kérdés. El lehet-e jutni az üdvösségre, anélkül, más szóval, hogy bizonyságot tennél a te hitedről másoknak? Igaz, ez a nagy kérdés, amire próbáljuk a választ valamilyen szinten megkeresni Isten igéjéből. Máté evangélium a 10. fejezetében, a 32. vers eképpen szó. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Elég érdekes. Tehát, mintha feltételes módban beszélne. Megkérem közben a technikus, nem beszéltem előre vele, de oda helyeztem a képernyő jobb felső sarkára egy bemutatót, és megkérném, hogy innentől induljunk el, és majd szólok én, mikor kell mindig tovább menni. Tehát, mit is mondott még egyszer Jézus Krisztus? Valaki azért vallást tesz én rólam, megkérném ezt a világ. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Tehát az üdvösség úgy látszik, úgy az üdvösség szempontjából az Isten kér tőlünk vallástevést. Na most már mit látunk itt a mi szemünk előtt? Igaz, egyfajta sok elképzelés van, de viszont elég pontos elképzelések ezek, hisz a Bibliában nagyon pontos leírás van arról, hogy milyen is volt a Szent Sátor Izrael népének az életében. Elnézést, hogyha nem láttok tőlem rendesen, próbálok kicsit hátrébb húzódni. És ugyebár
Feltesszük a kérdést, hogy miért beszél az Ószövetség olyan sokat Izrael népe életében a Szent Sátorról, igaz? Mennyire részletes, szinte milliméterre megvan adva, hogy mit, hogy kellett elkészíteni. Egy egész könyv szól erről, hogy hát nehogy valami tévedés legyen, és amint azt mondja Mózesnek a Jóisten fent a hegyen megmutatta, igaz, a Sínai hegyen, amit ott a háttérbe próbáltak megjeleníteni, ott mutatta meg mindezeket, és mikor lejött, ugyebár akkor Jóisten adott bölcsességet embereknek, akik elkészítették a Szent Sátort. Vannak még pontosabb rajzok is, egészen miniatűr formában is megcsinálták azt, de most nem kimondottan a Szent Sátornak aprólékos dolgokról beszélnénk, valamennyire belemegyünk, de viszont nem kimondottan erről van ma délután szó. Ugyebár szép rendben a 12 törzs körbevette a sátort, és a kérdés az volt tehát, hogyha az Ószövetség oly sokat beszél erről, miért beszél oly sokat erről, mikor az Új Szövetségben már nincs meg a Szent Sátor? Már nem találjuk, már mondjuk úgy, ha van is templom, az is egy bizonyos ideig, és aztán nincs. Egy idő után eltűnik az Új Szövetségből. Már mikor indul, igaz, tovább a kereszténység, tehát a templom aztán leég, vége van. Nem találjuk tovább. Miért olyan fontos mégis ez az Ószövetség szempontjából? Hát egyet kell tudnunk, hogy az embereknek akkor ez volt a templom, igaz? Majd aztán később a jeruzsálemi templom, már nem sátor formája volt, hanem igaz, Dávid szerette volna megépíteni, de aztán Salamonra bízta a Jóisten, mert neki nem tapadt annyi vér az ő kezeihez. Izrael népe nem látogatóba ment a templomba. Nem látogatóba ment a Szent Sátorba. Lényegében komoly jelentősége volt az izraeli emberek számára, hogy ők elmenjenek a sátorba, elmenjenek a templomba. Ha tovább megyünk egy képpel, lényegében nem tudom mennyire kivehető onnan messziről, de tudjuk, hogy az egész Bibliában az üdvtörténetről szól az egész Biblia. Hogy juthat el az ember az üdvössége? Miért kell az embernek az üdvösségre eljutni? Itt a képnek a legelején látjuk itt, igaz, amikor még az Édenből kiűzettek. Miért üzettek ki? Mert bűnbeesés volt, igaz? Ha szemből nézitek, a bal oldalon látható. Aztán következik az első gyilkosság, igaz? Tehát a bűn kezd sokasodni. Aztán majd megint később, igaz, eljutunk már, ott van a Fridláda, eljutok a Szent Sátorhoz, és tényleg a Szent Sátoron keresztül az áldozat, amit bemutattak mindig a Szent Sátorban, az valakire mutatott, hogy majd fog jönni kicsoda. Majd fog jönni az igazi áldozat, maga Jézus Krisztus, igaz? És a központban ott van, hogy minden, ami az Ószövetségben történt, az előre mutat magára Jézus Krisztusra és az ő áldozatára. Jézus Krisztus áldozata után úgymond a Szent Sátornak a jelentősége mondjuk úgy elavul, mert megjött az igazi áldozat. Nincs többet szükség már ilyen jelképekre, amelyek előre mutatnak. Jézus Krisztus igaz bemutatta, mi fontos, az Isten alól szövetségkötés, a keresség, igaz, amin keresztül az ember lemoshatja az ő bűneit, elfogadva Jézus Krisztus áldozatát, és aztán pedig ott látjuk magát az úrvacsorát, amit beiktatott az Isten arra, hogy visszafele emlékeztesse őket, hogy mi is történt a kereszten, hogy az igazi áldozat megtörtént. Az emberért hozott áldozat, hogy az ember üdvösségre jusson, ez megtörtént. És azon egy fényesség, úgymond, ott háttérbe majd a végső dicsőséget próbálja szimbolizálni, amikor Isten elvisz magával bennünket. Tehát röviden ez a Biblia, ez tartalmazza a Biblia, ami miatt az emberek akkor is elmentek a templomba. Mi a következő lépés tehát? A lépések azok nagyon jól meghatározottak voltak. Eljöttek az emberek a templomba, itt ha még visszamegyek egy kettővel akkor, ha így lehet,
igaz, eljöttek a Szent Sátorhoz, hoztak egy áldozatot, mert szükség volt áldozatra, be kellett menni, igaz, az oltáron meg kellett áldozni. Tehát voltak bizonyos ceremóniai folyamatok, amin keresztül kellett, hogy menjenek az emberek. Tehát nem csak jöttek oda, hogy mint sokfele ma elmegyünk, ha megyünk turistaként, vagy ide, vagy oda, templomokba bemegyünk, jaj, de szép, hű, de szép, vagy esetleg istentiszteletet meghallgatunk, de nem az a jellege volt az akkori templom látogatásnak, mint esetleg nagyon sokaknak ma van. Ma az emberek nagyon sok mindenért jönnek el a templomba. Többek között valamikor ilyen is elhangzik, lehet a sorok között, hogy valaki kedvesen odasúgja a másiknak, hogy drágám, érted, jöttem el. Igaz? Vagy egy szomszédunkat elhívunk, és érted, jöttem. Nem csupán ez kéne legyen az emberekben, hogy valakiért eljövünk, hanem hát úgymond valakiért, de ez a valaki az nem más, mint maga Jézus Krisztus. Igaz? Tehát volt céljuk, hogy miért jöttek el. Tehát miért is jöttek el? Mert kellett hozni egy áldozatot. Szükség volt egy áldozatra. Tehát amikor nekik a templomba kellett menni, az elég költséges volt. Igaz? Mert azt jelenti, hogy bűnt követtek el, azt jelenti, hogy a bűnt le kellett rendezni, és azért kellett hozni egy áldozatot. És az az áldozat bizonyos anyagi javakba került. És aki viszont őszintén jött a templomba, azok valóban ezt a bizonyos dolgot elvégezték. Na most már először is, mikor az ember jön, akkor mit érez? Miért jön az ember? Érzi a bűnösségét. Érzi a bűnösségét, érzi, hogy szüksége van a változásra, szüksége van a megtérésre, szüksége van a tisztulásra, igaz? Ráhelyezték a kezüket a bárányra, rám mondták a bűneiket, majd a bárány saját kezüle kellett megöljék, igaz, hogy átérezzék a fájdalmat, hogy én okozom azt a bizonyos halált annak a másiknak, és inkább a mi bűneink okozzák Jézus Krisztusnak a halálát, és aztán pedig a vért tovább vitték, igaz, a papok be egészen a szentélynek a kárpitjáig. Bemutatták, hogy valaki meghalt a bűnért, tehát és szabadon távozhat az illető. Még részletesebben beszélhetnénk erről, de lényegében, ami bennünket érdekel most ezen Szent Sátort illetően, hogy aki őszintén jön ma is Isten házába, az át kell menjen a Szent Sátornak a tapasztalatán. Át kell menjen a Szent Sátor tapasztalatán. És szeretném egy kicsit, hogy átnézzük a saját magunk életében, hogy tudunk mi ma átmenni a Szent Sátornak a tapasztalatán. És mindezt annak a kérdésnek a függvényében, hogy lehet-e üdvözülni bizonyságtevés nélkül. Lehet-e üdvösségre jutni, hogy nem végzem az Istentől rám bízott misszió munkát, hogy másoknak is elmondjam a szabadítás üzenetét. Tehát mi az első lépés? Itt van a két képünk, igaz? Ott az oltár. Azt mondtuk, hogy mikor eljönnek, áldozatot hoznak. Tehát valakinek meg kell halni az én bűneimért. Igaz, hoztak egy bárányt, hoztak egy gerlicét, hoztak egy tulkot, hoztak egy ökröt. Kinek az anyagi lehetőségeihez mértem, vagy többen fogtak össze és hoztak áldozatot. De az áldozat fel kellett kerüljön az oltára, az áldozat meg kellett halljon, ki kellett folyjon a vére, és ilyen formában, tehát el kellett égetni ezt az áldozatot. Tehát, amint a baloldali kép, vagy nektek a jobboldali kép kicsit túl fényesen látszik, tehát ott, mint hogy abból a füstből nem más látszik, mint hogy Jézus Krisztust ábrázolja, tehát hogy valójában az áldozat Jézus Krisztusra mutatott rá. Tehát szükség van áldozatra, igaz, a mi életünkben is. Eljövünk ide, az Isten házában azért jövünk, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus helyettünk meghalt. A következő lépés... Ennyi volt. Erre ki? Bocsánat. Igen, a következő lépés, az oltár után mi következett a pitvarnál, az udvarban? Mi volt az? A mosdótál, vagy mosdómedence, többféleképpen mondhatjuk ezt. Mit jelképezett ez akkor? Miért volt szükség akkor erre?
Még az tisztulás jelezte. A papok addig végezték az áldozatokat, véres munkával voltak elfoglalva, és mielőtt a vért, amit vettek egy kis tálba, bevitték volna tovább, azelőtt meg kellett tisztuljanak. Kezüket, lábukat meg kellett mossák. Igaz, jelképes, de valóságos tisztulás is volt ez, hogy úgy menjenek be a szentélybe, Isten szent helyére. Tehát ma mit jelképez a mosdótáv, vagy szüksége van erre, szükség van ma a tisztulásra? A vízre szükség van, igaz? Tehát maga a keresség, ami jelképezi az ember számára a tisztulást, majd később az úrvacsorán belül megint a lábmosás, szertartás, a víz, igaz, jelképesen lemos a mi bűneinket, de valójában Krisztus vére teszi ezt meg. Tehát akkor is, most is erre szükség van, tudjuk. Tehát szükség van Krisztus áldozatára, szükség van az áldozata általi tisztulásunkra, igaz, amire mutatott a mosdótál is. És ezután mi következett? Ezután következett, hogy vettek a vérből, igaz, és bevitték a szentek a szentélybe. Tehát az egész sátor a szentélyt jelentette, amit tudjuk két részből áll. Ott fent egy kicsit ki van nagyítva, hogy hát mi is lehet ott bent a sátorban, és ezt egy kicsit részletesebben megnézzük mi is. Igaz? Tehát körülbelül, ha félrehúznánk a függönyöket, ezt látjuk belül. Tehát mi is volt ott bent? Volt egy függöny, most a függöny is félre van húzva, mert a két helység, igaz? Hátul van a szentek szentje, ahol volt a frigyláda, de elől más volt. Volt a hétágú gyertyatartó, volt a szent kenyerek asztala, még egyik jobb oldalt, másik bal oldalt, és középen a kárpit előtt volt, ahol áll a főpap, ott volt a tömjénező oltár, vagy a füstöl lögtető oltár. Lényegében, ami a szentélyben történik, az élet szentségére nézve is lelkileg kell, hogy a mi életünkben megtörténjen. Három dolog volt, igaz, amire figyelnünk kell, most az első helyiségben még a szentélyben vagyunk, gyertyatartó, szent kenyerek asztala és füstölögtető oltár. Lényegében, ha gondolunk a szent kenyerek asztalára, mi is a kenyér? Az ige. Igaz? Jézus Krisztus teste, igaz? De ugyanakkor maga az ige, ami számunkra maga Isten szava. És ebből, ami ott volt, jelen volt a szentélyben, ott jobb oldalt 12 kenyér, 6-6 egymáson a 12 nemzetség, de ugyanakkor ez a mai szinten Jézus Krisztus igéjével való táplálkozás, ez napi szinten meg kellett, hogy legyen. Ott is mindig időközönként kellett, hogy cseréljük, hogy mindig friss legyen az a bizonyos kenyér, tehát friss, állandó táplálkozás Isten igéjével, ez elmaradhatatlan. Akkor mi volt a következő, igaz? Ott elől a papnál, igaz? A tömjénező, vagy a füstölögtető oltár. Az oltár mit is jelent? Maga az imádság, igaz? Tehát szüntelen imádságot jelent az Istenről, és maga a tömjén rajta pedig az a jó illat, az pedig maga Jézus Krisztusnak a jelképe, hogy tulajdonképpen ő, ami közben járunk, ami atyánk előtt. Ez egy is az érdekes kép, tehát mi itt vagyunk a Földön, igaz? És mi, mikor imádkozunk, pont az történik, mint ott, akkor a szentélyben a pap, az oltár, a füstölögtetés jelzi, mikor imádkozunk, ez jó illatként száll fel, igaz? Jézus Krisztus által az atyához. Az atyához, és hogy a profétaság lelke is nagyon szépen tanít bennünket, hogy Jézus Krisztus még szinte átfogalmazza, átkölti a mi imáinkat, hogy megfelelő legyen a mi bűnös gyarló imánk az atya megjelenése előtt. És mert Jézus Krisztus a mennyei szentek szentjében, ott belül, amit az előbb láttunk, belül, hogy a frigyláda van, ott közben jár érettünk, már 1844 óta, mint hogy a Dániel 8.14 2300 éves profécia mondja. Tehát 1844. október 22-e óta, amikor érvénybe lépett ez a profécia, vagyis amikor ez igen érvénybe lépett, vagy lejárt az a bizonyos időszak, onnantól kezdve Jézus Krisztus ezt a szolgálatot végzi. És még volt egy dolog. És pedig mi volt a harmadik? Szent kenyerek asztala, oltár és bal oldalt a hétágú gyertyatartó.
Ebben a gyertyatartóban ez úgy volt elkészítve, hogy minden ága egybe volt. Tehát egy helyre betöltötték az olajat, az feltöltődött mindenhova. Kapcsolatuk volt egyik a másikának. Nem lehet széjjel választani őket. És ugyanakkor, tehát olaj volt benne, égett benne az olaj, ami táplálta mit? Mikor meggyújtjuk az olajat, mi lesz? Világosság, igaz? Tehát világosságot adott. Mit is jelent az olaj? Mit jelent? A szent lelket jelenti, igaz? Isten szent lelkének az olaja. És a világosság? Hogy? Mi a világosság? Hát igaz, ő a világosság, igaz, ő az ige, ő az ajtó, és sok minden maga Jézus Krisztus, de lényegében mit kell elvinni az embereknek? Mi világít? Mi az Isten világosságot? A szabadulás evangélium, az örökkévaló evangélium, ami világosságként el kell jusson minden emberhez Jézus Krisztuson keresztül, de ő bennünket akar felhasználni, hogy eljusson ez oda. Na most itt a nagy kérdés. Itt a nagy kérdés, amit felvetettünk, hogy lehet-e üdvösségre jutni bizonyságtevés, misszió, munka nélkül. Hogyha ott van, most kérdezem egy más kérdést, lehetséges, hogy a Szentlélek vezetése nélkül tudjál világítani? Nem tudsz. De hogyha a Szentlélek vezet, akkor lehet az, hogy nem világítsz? Hogy? Egyszer az Isten szent lelke van benned. Az Isten szent lelke feltöltötte a te életedet. Akkor nincs olyan, hogy nem világítok. Akkor világítani kell. Ez egyértelmű dolog. Tehát nincs olyan, hogy nem látható az ember életében a szent léleknek a munkája. Hogyha engedjük, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon bennünk. Igaz, és visszatérünk a kezdő gondolathoz, hogy lehet-e üdvösségre jutni bizonyságtevés nélkül, anélkül, hogy a világosságot képviselnéd, hirdetnéd, beszéded, cselekedeted, életviteled által. Hát, ha ezt nem tesszük, azt jelenti, nincs bennünk Szentlélek. Csak ez a Szentlélek nem vezet, juthat-e Isten országába? Tehát egyszerűen, leegyszerűsítve, nem lehet üdvösségre jutni bizonyságtevés nélkül. Ha így, ha úgy, az Isten tudja milyen módon, és én, ahogy az Isten kezére hagyom magam, meg kell találjam azt a kis módot. Lehet csak imádságon keresztül, lehet egy szórólap postaládába tevés által, lehet egy úton egy bizonyságtevés által, mikor, hogy... De erre kell elkészüljek nap, mint nap. Ezzel kell induljak nap, mint nap. Mint amiről beszéltünk is, emlékeztek nem is olyan régen, hogy korán reggel a tanítványok már keresték Jézus Krisztust. És azt mondták, hát Jézus, hát olyan sokan keresnek téged. Hát vigyünk el hozzá. Hát gyere velünk. És mit mond Jézus, mikor hívjuk? Hát menjünk. Menjünk, vigyük az emberek. Engedjétek meg, hogy a további kis néhány percet, ami még van, kicsit gyakorlatiabb, ne csak elméleti, gyakorlatiabb példákkal próbáljam megvilágítani. Hagyjuk itt a gyertyatartót, mert a világosságról lesz szó, hogy lássuk, hogy mit kell nekünk cselekedni. Jó, köszönöm szépen. Már én azt hiszem, hogy régebben említettük ezt a példát, de csak úgy nagyon röviden, egyszer egy fiatal ember, elég pajkos fiatal ember volt, és hát mondjuk úgy inkább, amikor a gyülekezeten belül mások buzgóbban mentek és végezték mondjuk a misszió munkát, akkor ő volt az, aki kicsit ironikusan és így is úgy is, hát mondjuk inkább visszahúzta a munkálatokat, mint hogy ő is beállt volna. Eltett egy bizonyos idő, és érdekes módon, nem a részletekbe megyek bele, ezen pajkos fiatalemberből egy nagyon komoly fiatalember lett, olyannyira, hogy ő maga beállt a misszió munka végzésébe.
és a misszió munka végzés által olyan szinten érezte az elhivatás, hogy egészen Dél-Amerikáig ment, ahol még mindig sokan törzsekben, dzsungelekben élve tengetik az ő életüket. És hát többek között nagyon sok tapasztalat van az ő életéből, de többek között az volt az ő módszere, hogy hát mindig elment egy ilyen helyre, és egy ilyen törzshöz, és ott próbálta bemutatni az Isten evangéliumát. De ezeknél a törzseknél nagyon sokfele nem éppen egyszerű volt a dolog. Ott sok varázslás, sok babona, sok minden dologgal vannak ők átitatva, és hát hogyha hivatlanul ment valaki, akkor nagyon sokszor végzetes is lehetett az ő látogatása. Nem hívott senki, tehát egyszerűen kivégezték és az életével fizetett. És érdekes, hogy ahová ment ez a fiatal ember, mindenütt és mindig szívesen fogadták. De olyan módon szívesen fogadták, hogy már előre tudták, hogy fog jönni. Azt is tudták, hogy körülbelül miért jön, ugye fekete könyv lesz nála, és ezen keresztül próbál abból a könyvből tanítani nekik valamit. De ez nem úgy volt, hogy csak úgy hip-hop őt mindig fogadták, hanem mindig imádkozott. Persze üzent is, hogy szeretne menni, de azzal, hogy te üzentél és szerettél menni, és nem kaptál meghívást, akkor még nem volt biztosíték, hogy el is fogadtak. De ő imádkozott, és valamikor egy hónapig is kellett várni és imádkozni, hogy meghívást kapjon az illető törzstől. És mikor megkapta a meghívást, ment, de már úgymond a terep elő volt készítve. Akkor már tudták, hogy várják, miért jön, hogy jön, mert addig azon időszak alatt egy hét, két hét, három hét, egy hónap is, ugyebár a gonosz lelkek, maga az ördög, aki addig ugyebár őket vezette, hogy tudta lényegében, meg akarta akadályozni azt, hogy ne jusson el oda a világosság, ne jusson el oda. De mikor a Jóisten az ő lelke által lecsillapította a terepet, és végül már meghívták, akkor már nyitott szívvel fogadták az evangéliumot. Tehát ne feledjük el, hogyha Isten munkájába megyünk, az Isten azt mondja, menjünk, jön velünk, és ő elkészíti a terepet. Igaz, sokszor ezen aggódunk, hogy jaj, vajon mit fogok mondani. Inkább nem is kérem az Urat, hogy hónap legyen a tapasztalatot, mert hát én fogom tudni kinyitni a számat. De most előre dolgozik, előre készíti a tapasztalatot. Hogy adja ki meghívót valakinek. Ne féljünk ettől. Lehet azt mondja most Márta testvérnő, hogy na, megint a testvérünk hozott a dzsungelből egy tapasztalatot, hogy ki tudja, hogy volt, mint volt. Tehát jöjjünk egy kicsit közelebb hozzánk. Na, jöjjünk egy kicsit közelebb, és elmenjünk Bukarestig, jó? Ez már csak közelebb van hozzánk. Edward Kölöger úr testvérünk, aki ugye az Unió pénztárosa, ő mesélte el, amikor együtt voltunk Bégányi Csaba testvéremmel ezen a gyűlésen, hogy hát az ő felesége kérte, hogy hát indítsanak otthon, az ő otthonukban egy imacsoportot, és imádkozzanak emberekkel, és többeket hívjanak be ebbe az imacsoportba. És hát a Labirint gyülekezetben járnak ők tovább, ők is ott tagok, ott többször megfordulnak, de a felesége rendszeresen oda jár. És többek között oda elkezdett járni egy hölgy is, akit gondoltak, hogy meghívnak erre az imacsoportra, hát hogyha az ő segítségére lesz lelkileg. Erről a hölgyről annyit kell tudni, hogy az 1990-es évben egy evangelizációs sorozaton részt vett, hát mikor volt 1990, ezelőtt már 25 évvel, igaz? Tehát akkor még mint kislány volt ott, jelen egy ilyen evangelizációs sorozaton, és többek között több díjakat is osztotta, ki volt így úgy sűrűbben, és hát ő is egy Bibliát kapott akkor ajándékba. De hát nem sokat foglalkozott ő, mint gyermek a Bibliával, aztán megnőtt, aztán férhez ment, és hát így elkezdett járni most a gyülekezetben, nem olyan régen, egy pár éve, hogy kicsit komolyabban megismerje a Biblia Istenét, abból a Bibliából, amit ő kapott. És így kezdte látogatni a Labirint gyülekezetet. Többször meghívták, hogy jöjjön az imacsoportba, de nem volt hajlandó az imacsoportba eljönni. De attól ment a gyülekezetbe, beiratkozott a keresztségi órára, és már ott volt, hogy keresztelkedik, ki volt tűzve a keresztségnek a dátuma, és érdekes módon nem jelent meg a keresztségen, nem jött többet gyülekezetbe, és
És az ima csoportban, ha imádkoztak érte, még ha nem is csatlakozott, de hát nem tudták, hogy mi a helyzet vele. Próbálták felkeresni, mindenkitől elzárkózott, egyszerűen nem lehetett közelébe férkőzni. Nem messze lakott a testvérünknek a feleségétől, vagyis ők is ahol laktak. Többször az utcán látta, próbált vele találkozni, hogy szóba legyen vele, de mikor látta a testvérnőt, hogy közeledik, biztos már megint azért jön, hogy gyere az imacsoportba, mert próbálták utána is hívogatni, inkább átment a másik oldalra és elkerült. Tehát egyszerűen nem tudtak hozzá közeledni, és már eltelt majdnem 2 év, csak azt mondta az atya fia feleségének, hogy te érdemes még érte imádkozzunk. Hát látod, hogy ha nem akar, akkor nem akar, akkor most miért erőltetjük? De a feleség azt mondja, hogy te valamit úgy érzem, hogy imádkozunk, ne adjuk fel. És aztán eltelt 2 év, ezen időszak, amikor eltűnt, mondjuk úgy, a gyülekezet életéből, és 2 év után egyszer csak megjelent a gyülekezetben az ő férjével együttesen. És hát persze a gyülekezeti tagok, hát jól ismerték már, aki ugyebár kevességre is készült, a testvérnő is ott volt, és hát ugyebár körbevették, hogy hát nagy volt az öröm, hát, hogy végre megint megjelent a gyülekezetben, és most nem is egyedül, hanem az ő férjével is. És persze mindenki kérdezte, hogy hát mi történt veletek? És hát a válasz a következő volt, hogy 2 éve, amikor elért ő a kerességhez, és akkor péntek este, amikor a keresztelő medencébe kellett volna, hogy szövetséget kössön a Jóistennel, ő akkor péntek este a kórházi műtőasztalon volt, és akkor vesztette el a babáját. És ez annyira megviselte, mondjuk úgy megharagudott a Jóistenre, és mindenkire, aki azt mondja, pont most, amikor ez a csodálatos esemény, hogy szövetségre lépek vele, én nem ott vagyok, hanem muszájból máshol kell legyek, és ráadásul azt a gyermeket, amit annyira vártak, azt elvesztették. És ezt nem tudta sehogy sem megemészteni. És akkor ezért utasította el mindent, nem ment. Még végül 2 év után, hogy ők azt mondja, és mivel ti imádkoztatok, érettem, mert tudtam, hogy imádkoznak az ima csoportban, éreztem. Ezért ezt köszönöm nektek, mert ez segített át bennünket ezen a tapasztalaton. És aztán újból jöttek, és nem maradtak el, még most szeptember közepén, férjével együtt, másfél hónapja mind a ketten megkeresztelkedtek a Labirint gyülekezetben. Tehát milyen fontos az ima, igaz? Azt mondjuk, ami felszáll a tömjén. Jézus Krisztus által nem tudjuk, hogy mi miért van. Sokszor nem tudjuk megmagyarázni, de ott van, hogy a Jóisten a háttérben munkálkodik. Jóisten a háttérben dolgozik és készíti a terepet, de ott van a gonosz is, aki szeretné megakadályozni ezt. De hogyha imádkozunk, az igazság győzelembe jut. És az emberek megszabadulnak, és bejutnak a célba, eljutnak Isten országába. Ted Wilson testvérünk a következőket mondta most nemrég, amikor újra választották, hogy hangsúlyt kell tegyünk az együttmunkálkodásra. Ezt hanyagoltuk el az elmúlt 5 évben. Megkérdezték tőle, hogy hát mit az, amit úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban nem igen tettünk rá nagy hangsúlyt, és most kéne. Szóval az együttmunkálkodásra. Lelkészek, tagok, és mindenki úgy együtt összefogva, imádságban, Isten ügyében, és menni és végezni a munkát. De lehet azt mondjátok, hogy jó, hát ez történt megint Bukarestben, de hát az messze van tőlünk. Hát valahogy itt helyben nincs semmi. Én most fel akartam szólítni valaki, de nincs itt. Én a Bégányi tímját szerettem volna felszólítni, hogy hát mondjon elő egy tapasztalatot. Na most el kell mondjam helyette, majd. Hát emlékeztek arra az igehirdetésre, amikor megint nemrég elég egyenesen beszéltünk az igéből, ugyanerről, amit említettem, hogy hát korán reggel kell indulni a Jóistennel. És mikor a tanítványok keresik Jézust, és megtalálják Jézust, így kell nekünk is tenni, és aztán együtt induljunk el vele. És mit mond Jézus? Tehát, hogy menjünk,
Én nem tudlak elvinni az embereknek. Én gyenge vagyok. Én ki tudja, hogy nyissam ki a számat, mit mondjak, mit kérdeznek, fogok-e tudni válaszolni. És inkább nem mondok semmit, inkább el se indulok. Csak arra bátorítottunk, hogyha megkeressük Jézust, és azt mondjuk, hogy gyere velem, akkor Jézus azt mondja, na menjünk. És pont másnap kellett nekünk menni a konferenciához, és hát egész kora reggel már költöttem a gyülekezet vezető testvérünket, a Bégányi Csaba testvérünket. Korábban mentem, mint a megbeszélt időpont, úgyhogy mondta is, hogy na, Laci testvérem, a többieknek is meg kell mondjam, hogy vigyázzanak, mert ezután ma engem költöttél, de holnap ki tudja, hogy kiket fogsz költeni majd reggel az ágyból, hogy ő már kora reggel Krisztussal legyünk. Na de közben ugyebár őt elvettem és elvittem, de otthon maradt a kedves felesége Tímea, és hát, mint sokaknak, másoknak, hála Jóistennek, nem ment ki a gondolat a fejéből, amit azon a szombat délutánon beszéltünk, hogy hát korán reggel Krisztussal indulni, és hát persze Csaba is még öltözött, igyekezett utána járni a reggeli dicséretes ígékönyvvel, hogy mindent úgy induljon a férje is, mert hogyha később is kelt fel. De aztán gondolt, hogy hát most már ő is felkelt, mert nem fekszik vissza, akkor már tovább tanulmányoz. És a Jóisten elindult, aztán jött az időpont, hogy ő is bejöjjön váratra. És ahogy elindult, azt imádkozott, hogy Uram, ha te gondolod, akkor rendelj valakit, akinek bizonyságot tudok tenni. És hogy elindult, hát egyszer látta, hogy egy kendős hölgy stoppol az úton, már nem tudom pont hol, várat fele. És hát gondolta, hogy hát biztos nem lesz nagy baj, hogyha egy ilyen hölgyet vesz fel kendővel, ez biztos, hogy valaki, aki valami nemes helyre igyekszik. Felvette, és mikor felvette, majd mielőtt felvette, gondolta, na Uram, most segíts, hogy veled indultam, na most mit mondjak, hogy valami bizonyságot tegyek én is ennek a hölgynek. És azt mondja, hogy én gondolkoztam, na most hogy is kezdjem én, hogy vallási dolgokat tereljem a szót. Azt mondja, a hölgy egyszerre csak megszólalt, és elkezdett Jézus Krisztusról beszélni. És mondta, hogy így Jézus, és meg kell bánjuk bűneinket, és neki kell adjuk a mi szíveinket, és ő mindig velünk van, és minden mondott. Azt mondja, én csak annyit kellett mondjak, hogy igen, még bólogassak, és minden, amit mondott, úgy volt, ahogy mi is hisszük, ő is hiszi, és mondja, ő is most igyekszik, nem tudom, egy gyülekezetbe, és így úgy, és csak mondta, és akkor Timi csak bólogatott, igen, de mi gondolt, hogy ha annyi mindent tud már ez a hölgy, hát akkor valahogy mi kéne neki valami mondani, amit ő nem mond. És gondolta, hogy tudnám én most a szombat igazságát valahogy felhozni, hogy hát már a többi szinte tudja, de valahogy erről is egy kicsit gondolkozzon. És mind gondoltam, hogy Uram, most mit mondjak, hogy oda tereljem a szót. És azt mondja, ahogy ezen gondolkoztam, elkezdi a hölgy mellettem. Igen, mert az Úr 6 nap alatt teremtette ezt a világot, és a 7. napon pedig megpihent. És ez a szombatnap volt. Na de ugyebár mi már nem tartjuk a szombatnapot, mert hát az most már a feltámadás, és így. Na és azt mondja, Timi, na hoppá, ezzel már nem értek egyet. Tehát értitek? Mikor azon gondolkozunk, hogy mit mondjunk, hogy mondjuk, mit csinál a Jóisten? Mint a dzsungelben, vagy mint Bukarestben, épp úgy itt, várad fele vezető úton is, mit csinál? Előkészíti a terepet. Szinte nem is kell, hogy mit mondjál, csak kiállj az igazság mellett. És akkor megállította, és akkor elmondta azt, hogy hát azért nem úgy van, hogy az már nem érvényes, mert és akkor most nem mondom el nektek, hogy ugyebár ő szépen összefoglalta, és azt mondja, a hölgy elhallgatott, és onnantól figyelt. Igaz? És aztán utána már nem volt annyira nagy lelkes, már hamarosan beértek váladra, de aztán kiszállt, eltávozott, de mégis Timi hálát adott a Jóistennek, hogy vele volt. Érezte azt, hogy az, ami a szószéken elhangzott, hogy reggel kell megkeresni Jézust, és hívni, hogy gyere velem, Uram, mert én egyedül nem tudom, mit mondjak. Hogyha Isten velünk van, ő készíti a terepet, és igazgatja. És hiszem, hogy másoknak is van még ilyen tapasztalata. Én velem is megtörtént ugyanez, hasonló módon, amikor jöttem be várat fele. Pont akkor történt, hogy
paptestvérnőnek és Márta testvérnek. Vigyek úrvacsorát, egy 12 órára kellett bejussak, egy azt hiszem hétfő vagy keddi nap, nem tudom, azt hiszem keddi nap volt. És úgy alakult, hogy nem volt autóba. És az autó át kellett menjen Magyarországra, hogy áthozzon valakit a határon. Krasznáról a Bernát Lajos testvérünket és a feleségét. Így majd segítsünk nekik vonatra szállni, már idősek, és nem buszra, hogy menjenek haza Krasznára. És hát nem nagy valami átmenni, aztán visszajönni, és aztán majd én is megyek és végzem a szolgálatot. Na de feleségem telefonál, hogy hát 40 percet késik a vonat. Aztán nem sokára telem, hogy 80 percet késik a vonat. Aztán megint telefonál, te nézd meg már, hogy miattuk késik a vonat. Mert sajnos a mi Bernát Lajos testvérünk meghalt a vonaton. És ott újraélesztik, és minden, és akkor oda kell menjek még egy állomásra tovább, és akkor mondtam, na, akkor menjél intézet, ott van rá szükség, jóisten terveid kifürkészhetetlenek, és na, de nekem be kell menni válni. És már még van 25 percem, 12-ig, és én még otthon vagyok, és akkor hogy fogok én időbe eljutni, mert nem akartam késni, mert hogy jön az ki, hogy kések, nem tudtam telefont adni, stb. És akkor imádkoztam, Uram, most elégy velem, igaz? Hogyha Timit megsegítettem, az előtt nap hallottam, hogy volt Timivel, hát akkor én velem is lesz. És akkor mondom, Uram, én hittem, hogy imádkozok, te rendelsz egy autót, én beülök, és ott leszek időben. És na, gyors léptekkel, de azért megnyugodva, hogy én az Úrral megyek, és ahogy én kértem, úgy is lesz. Meg is álltam ott a kispiasznál, autók voltak, nagyon sok, mondjuk úgy egyik a másikat érte, nem is kell behúzod a kezedet, mert hát egyik jött a másik után, de mondtam, egy-kettő is megáll egy autó, de nem állt meg. És mentek az autók, mentek, már a kezem is kezdett fáradni, de autó nem állt meg. És mondtam, hát hogy van az Uram? Hát nem akarod, hogy beérek időbe? Hát gondoltam, hogy vele jövök, és akkor nem mondtam, hogy az első autó, de hát abból a százból, ami elment, már hát egyik már csak lehetett volna. És úgy gondoltam, hogy amit én leintok, akkor az majd bevisz, és kezdtem elcsüggedni, kezdtem, hogy hát hoppát, most én nem jól imádkoztam, nem az Úrral járok, ha nincs velem az Úr, és már kezdtem ott így filozofálni, mikor pont a zebránál láttam, és megszólít egy fiatal ember, hogy nem váradra akar menni? Mondom, de, na jöjjön akkor velem. És akkor elszigyeltem magamat, hogy hát én azt hittem, hogy úgy lesz, hogy ahogy én mondom, én adom a parancsot az Úrnak, én majd intek, egy autó megáll, és az Úr azt mondja, ez nem így van, ő hívott engem. Tehát nem én állítottam le. Itt is már megszégyenültem, beültem az autóba, de örültem, hogy na hát akkor ez az az ember, így már még biztosabb volt, hogy az Úr rendelte. És hát bemutatkoztam, mondom, Uram, figyelj ide, én nagyon sietek. Én lelkipásztor vagyok, úrvacsorát viszek, tehát úgy belevágtam a velejébe a dolgoknak, röviden, nincs autó, mert itt-ott maradt, tehát így, és akkor én nekem oda be kell jutni. És ezzel már mondjuk úgy kinyitottam a vallásos témát, hogy hát lelkipásztor vagyok, és akkor kérdezte, és milyen az, mert nem értette először. És aztán most nem mondom el nektek hosszan, de egész váradik, tehát egy komoly fiatalember beszélgettem, aki akkor mi is az az adventizmus, hogy is van, akkor most milyen napot tartanak önök, és akkor mit is hisznek. És egyik kérdés jött a másik után, és hogy röviden úgy, egy csokorba kellett kössem az egész advent hitelvet, a halottak állapotától fogva egészen mindenig, mert egyik dologból vágott a másikba, de végül úgy tűnt, hogy ez a fiatal ember nem igen hisz egy személyes Istenben. Hanem a Jóisten ott van, volt egy zacska ott a bordon, azt mondja, ebbe a kis papír zacskóba is ott van a Jóisten, meg a fűbe is ott van, meg mindenütt. Hát jó, igaz, őt teremtett, tehát az ő keze munkája, de ő nem, Isten nem egy személy, ő egy erő, mindenütt ott van. És akkor itt nem igen tudtunk egyet érteni, még egészen bejutottunk már Váradra, a Pelikán kórház elé parkolt, és akkor mégül is azzal váltunk el, hogy ne ragudjon, én imádkozok önért, mert a Norbertnek hívták, hogy higgye, hogy valóban az Isten személyes, mert tudja meg, én mielőtt beültem, elindultam, én imádkoztam, hogy valakit küldjön a Jóisten, akiről én ővele tudok beszélgetni. És én hiszem, hogy én a Jóisten megszólítottam személyesen, ő hallotta, amit én kértem, és nem én intettem le önt, hanem ön hívott engemet. És egész végig tudtunk beszélgetni. Úgyhogy én hiszem, hogy a Jóisten egy személyes, aki hall minket, akivel el lehet beszélgetni, aki az én barátom lehet. Én imádkozok önért, hogy ezt tapasztalja meg az ő életében. És elváltunk.
Testvérek, nem akarom a gondolatokat tovább fűzni. Hiszem, ha többeknek szót adnék, hasonló tapasztalatokat el tudnátok mondani. De Jóisten ezt szeretné, hogy világítsunk. Ott a dzsungelbe is, Bukarestbe is, de itt Váradon is, hogy azon a környéken, ott, ahol vagyunk, az én szomszédaimnál, az én munkájában, az én környezetemben. Mert mit mondott? Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Naponta kell törekedjünk a vallástevésre. És most ebben az időszakban, ami vallástevésünk mellé, tegyük oda ezeket a kis szórólapokat is. Mert sose tudjuk, hogy ezeken keresztül is nagyon sokan közeledhetnek a Jóistenhez. És adhatunk egy esélyt nekik, hogy Isten országába jussanak. És imádkozhatunk értük, mert ha imádkozunk, akkor van hatása mindennek. Mert Jóisten velünk tud lenni. Jóisten segítsen meg, hogy tényleg eképpen tegyünk nagyobb hangsúlyt arra, hogy vele indulva, naponta világítva, bizonságtevő gyermekei lehessünk. Kegyelme által. Amen. Kedves testvérem, hálatosak lehetünk Istennek a délutáni óráért, tapasztalatért. Ezért zárjuk áldásos Isten tiszteletünket, és énekeljük a 214-es számú éneket. 214. Amíg az orgonista az érdek dallamát játsz, összegyűjtsük délutáni adományunkat, termünk fenntartására.
Istenünk, hogy valóban Te végtelenül szeretsz bennünket. Nem csak szerettél, amikor Jézus Krisztus eljött, hanem azóta is folyton érezzük a Te jelenlétet, a Te szeretetedet a mi életünkben. És azóta is folyton munkálkodsz, hogy Jézus Krisztus a Szentek Szentjében közben jár érettünk. Azért, hogy ameddig van kegyelem, addig teljes egészében Te felét fordulhassunk. Segíts, jó Atyánk, hogy minden gonosznak, minden rossznak hátat fordítva értékelnénk a Te áldozatodat, és mindenek felett életünk úrává tennénk Jézus Krisztust. Az ő ígéje legyen a mi kenyerünk nap, mint nap. Segíts, hogy veled indulhassunk, jó Atyánk, és nyugodjunk abba bele, hogy valóban, ha reád bíztuk a mi életünket, akkor Te vezetsz, Te nem hagysz magunkra. Ha nehézségek, a próbák, gondok jönnek az életünkben, akkor is beléd kapaszkodhatunk, mert Te akkor is ott vagy, és túlsegítsz bennünket mindenen. Olyan, Atyánk, hálásak vagyunk ezért, és kérünk, hogy segíts, hogy engedjünk egyre nagyobb helyet az ige olvasása, tanulmányozása által a Szentlélek befolyásának a mi életünkben. Ezáltal költöz belénk, jó Atyánk, és segíts, hogy világítsunk, segíts, hogy a világosság üzenetét, az evangélium örömhírét elvihessük minden egyes ember számára. Kérünk Istenünk különösképpen, hogy most, amikor ismét a Sola Scriptura levelező tanfolyamra helyeződik a hangsúly, segíts, hogy buzgón kivessük a részünket ebben a munkánkban. Kérjük az Istennek a segítségét, hogy adjon bátorságot, hogy igenis készítsünk tervet, hogy bízzuk tereját, Uram, kinek szeretnéd, hogy ma odaadjam egy vagy két szórólapot is, de az olyan személy legyen, aki valóban Te felét fordulhat. És hogyha imádsággal így indulunk, hisszük Istenünk, hogy olyan embereket tudunk megszólítani, akiknek az életében Te már előre dolgoztál, és előre készítetted a terepet. Hisszük Istenünk, hogy Te adsz szavakat a mi szánkba, hogy szóljunk embereknek Te rólad, és így készülhessünk közösen országot befogadására. Erre segítsél meg mindannyiunkat, Istenünk. Hisszük, hogy Te velünk leszel, és győzelemre jutunk. Jézus nevében kértünk. Amen.
számít.